Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Ma július 13-a Jenő névnapja van. 75 éve született Rubik Ernő építész, játéktervező, a bűvös kocka feltalálója. Műsorunk elején érkezenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Gőzerővel épül a második számú ivóvízkezelő üzem Szabadkán. Heves zivatarokra, felhőszakadásra, jégverésre, viharos szélre figyelmeztetnek. Stabil a dinár és kíméletlen a pénzmosás elleni harc Szerbiában, állítják az illetékesek. Kirobbanó formában a strand szépei, ma este kiderül, kinek a fejére kerül a korona magyar kanizsán. Jövőre készülhet el és léphet működésbe az új ivóvízkezelő üzem Szabadkán. Két új kutat furtak és egy épületkomplexumot építenek ki. Az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank kölcsönéből finanszírozott befektetés értéke 5,5 millió euró. A minőségjavító programban vízkezelő, 2500 köbméteres tartály és nyomásfokozó szivattyú állomás épül. Az építő elemeket helyezik el az emelődaruk az épület együttes egyik részlegénél. Jövőre ihatnak tiszta vizet a környékbeliek Szabadkán, Radonovácon és Palicson ebből az ivóvízkezelőből. Növekszik az üzembiztonság és a kapacitás. Csúcsidőben az új kettes telep besegít Szabadkának, de a fő célja Radonovác és Palics ellátása. Az ivóvízkezelő kapacitása 80 liter lesz másodpercenként, de alkalmassá teszik ennek a duplájára is, amennyiben a palicsi turisztikai központ erre igényt tart. A meglévő egyes vízkezelő az Orkahelyi Közösség területén 400 litert képes másodpercenként a rendszerbe továbbítani. A víz, a vas, az ammónia és az arzén szűrése után kerül a tározóba, és onnan szivattyúk táplálják a hálózatba. Az épületek az év végéig elkészülhetnek, utána következik a technológia beszerelése. A kivitelezőnek egyéves törvény által előírt egyéves próbaüzem áll rendelkezésre, hogy amennyiben bármiféle hiányosság, probléma merül fel az üzemet illetőleg, akkor ezt elhárítsa. Ugye ez a maximális idő, tehát körülbelül 2020 végéig kellene, hogy üzembe helyezzen, de természetesen megint kihangsúlyom, ez a maximális idő, amennyiben az átadás után, a próbaüzem elkezdésekor mindent a felügyelőség, illetve az engedélyezés folyamán mindent rendbe találnak, az engedélyeket megkapják, akkor akár rövid időn belül is hálózatba lehet táplálni a vizet. A szabadkai vízművek 60 kutat üzemeltet, és évente kettőt fúrat, amelyekkel a régieket felváltják. A víz 160 és 200 méterről jön, oda nem jut a felszíni szennyeződés, így az nem fertőződhet. 52 millió dinár értékben kapott új eszközöket a Szabadkai Közkórház. A tartományi kormány támogatásának köszönhetően fertőtlenítő berendezés, lélegeztetőkészülék, gyógyászati kijelző és műtétekhez használatos mikroszkóp is érkezett az egészségügyi intézménybe. Napokon belül újabb szállítmány érkezését várják. A berendezések leszállítása után megkezdődik azon egészségügyi dolgozóknak a továbbképzése, akik ezekkel az eszközökkel dolgoznak majd. Az új mikroszkóp a szemészetre kerül, ahol egy 30 éves berendezést cserélnek le vele. A szülészet kapott egy monitort, a négy fertőtlenítő berendezést pedig az urológián, az ortopédián, a nőgyógyászaton és a szülészeten használják majd. Heves zivatarok, felhőszakadás, kiadós csapadékkal, jéggel, viharos széllel kísérve. Ezekre figyelmeztet az esti órákban és vasárnapra virradóra a Hidrometeorológiai Intézet. Napközben Szerbia szerte a napos időszakokat közepesen vagy erősen felhős égbolt váltotta. A hétvégén esernyővel és melegebben öltözve lépjünk ki otthonunkból, mert az időjárás nem idézi majd a júliusban megszokottakat. A nappali csúcshőmérséklet nem haladja meg a 25 fokot. Vasárnap folytatódik a komor, hűvös, csapadékos időjárás. A hajnali órákban akár 12 fokig süllyedhet a hőmérő higanyszála.
Megindult a vendégmunkások áradata Szerbia felé, több órás veszteglésre lehet számítani a hétvégén a szerb-magyar határszakaszon. Szombaton délután már 4 órás volt a várakozási idő Szerbia felé a Röszke-Horgos autópálya határátkelőnél. Az illetékesek arra hívják fel a figyelmet, hogy aki csak teheti, válassza a kisebb időszakosan működő határátkelőket a gyorsabb haladás érdekében. Várakozás alakulhat ki egyebek között Észak-Macedónia, valamint Horvátország felé is. Keresett árucikké vált a dinár, jelentette ki a szerb közmédiának adott interjúban Jorgovan Katabaković. A Szerbiai Nemzeti Bank kormányzója úgy fogalmazott, hogy a dinár árfolyama stabil, folyamatos a gazdasági fejlődés és állandóak a közvetlen külföldi befektetések. A devizatartalékok 12,5 milliárd dinár tesznek ki, ami egyben a legjobb eredményt mutatja az elmúlt évtizedekben, valamint 21,5 tonna aranytartalékkal rendelkezik az ország. Dinar postao poželjna roba za kojim je veća tražnja nego ponuda i zato i raste njegova cena. Zato Narodna banka i ima probleme, po znacima navoda probleme. Imali smo najmasivniju kupovinu u jednom mesecu, to je bio mesec jun, kada smo 735 miliona evra kupili da ne bi dozvolili da dinar preterano jača. Javult Szerbiában a befektetési környezet az elmúlt egy évben, ezzel a címmel adott ki közleményt az amerikai külügyminisztérium. Mint írják, ez a makrogazdaságban megvalósított reformoknak, a gazdasági stabilitásnak, valamint az uniós közeledésnek köszönhető. Amennyiben Szerbia folytatja az európai integrációt, ezek az adatok még jobbak lehetnek, szögezik le a közleményben. Fontos, hogy a szerb kormány a külföldi befektetők bevonzását tartja prioritásnak, ugyanis ezzel is növekszik az ország elfogadottsága a beruházók körében. Hozzáteszik azonban, hogy sürgős reformokra van szükség a közvállalatok terén, emellett hatékonyabban kell fellépni a korrupció és a szürke gazdaság ellen. Szerbia kitart a korrupció elleni küzdelemben, mondta Nela Kuburović igazságügyminiszter a szerb közmédia műsorában. Mint fogalmazott, az ország gyors intézkedésekkel teljesítette a nemzetközi ajánlásokat, így gyorsan lekerült a pénzmosás elleni harc szervezetének fekete listájáról. Ono što je bitno je da smo postigli izuzetne rezultate kada je reč o procesuiranju krivičnog dela pranja novca i imamo mnogo bolje rezultate nego mnoge članice država Evropske unije, tako da je to nešto što je istaknuto i upravo nova organizacija rada tužilaštava koja postoji od 1. marta 2018. godine doprinela je tome da imamo takve rezultate kada je reč o pranju novca. Élesen tiltakozott, majd el is hagyta a Brüsszelben megtartott NATO találkozót Predrag Bandić, tábornok, a szerb köztársaság NATO missziója katonai képviseletének vezetője. Az ülésen, amely egyébként a Balkán feletti légi közlekedés normalizációjával foglalkozott, a pristinai ideiglenes intézmények képviselői visszaéltek részvételükkel, közölte a szerb védelmi minisztérium. A pristinai ideiglenes intézmények küldöttségének vezetője, akinek a tervek szerint fel sem kellett volna szólalnia a találkozón, miután jóvá hagyták felszólalását, a témától eltérve a felszólalásra kapott idejében Koszovó függetlenségét hirdette. Ezek után a szerb delegáció vezetője, aki egyben a Balkán feletti légi közlekedés szerbiai küldöttségének vezetője, élesen tiltakozott és elhagyta a tanácskozást. A német Volkswagen autógyár úgy döntött, Törökországban nyit új üzemet, közölte az Automotive News Europe portál az Automobil Wo német kereskedelmi magazin írására hivatkozva. A folyóirat szerint a Volkswagen felügyelő bizottsága csütörtökön eldöntötte, hogy a török tengerparti Izmir közelében épít új gyárat, ahol Skodák is készülnek majd. Mint ismeretes, Szerbia, Bulgária és Törökország versengett azért, hogy otthont adjon a Volkswagen tervbe vett új autógyárának. A magyar kormány nem a problémát akarja Európába hozni, hanem a segítséget akarja odavinni, ahol gondok vannak, jelentette ki a Süddeutsche Zeitung című müncheni lapnak adott interjújában Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint a nemzetközi sajtó és a külföldi politikusok felettébb méltánytalan módon beszélnek Magyarországról ezen a téren. A migrációs vitában soha senki nem beszélt arról, hogy eddig 34 millió eurót fordítottunk arra, hogy lehetővé tegyük, hogy a közel-kelet és afrikai keresztények a hazájukban maradhassanak. Iskolákat, templomokat, lerombolt házakat építünk újjá, kórházakat finanszírozunk, fejtette ki a miniszter a lapnak.
Nézzük, mi lesz még a híradóban. Levendula napokat tartanak a hétvégén Szabadkán. Djokovic-Federer döntő lesz Wimbledonban vasárnap délután. Ma este tartják a strandszépe választást Magyar Kanizsán. A Magyar Szó jubileumi 50. strandszépe versenyére benevezett lányok bikiniben, estélyi ruhában és népi öltözékben is felvonulnak. A Magyar Kanizsai strandon a lányok mellett a jó hangulatról a szomszédnéni humorista formáció is gondoskodik, de a látványelemekkel tarkított tiszaparti este mindenkinek kiváló hangulatot ígér. Ha július, akkor levendula napok a szabadkai vasutas település Majsai úti üzletközpontjában. Levendula palánta, vágott virág, levendula víz és olaj, sőt az illatos gyógynövényből készült egyéb különlegességek is várják a 6. alkalommal megrendezett esemény látogatóit. A kétnapos rendezvény bevételét a szervezők a nehéz sorsú gyerekek megsegítésére fordítják. Csak nem 20 kiállító jelent meg a rendezvényen. Nemezelők, kézműves szappankészítők, méhészek, de még agyagból készült portéka is kapható volt a levendula palánták mellett. Purda Szabó Szuzanna levendula szappanért látogatott ki az eseményre. Hogy őszinte legyek, nagyon tetszik, mert mindenféle kézműves dolgokkal itt tudunk találkozni. A szabadkai vasutas település Majsai úti üzletközpontjába sok látogató érkezik. Legtöbben a palánták után érdeklődnek. Olyan helyen vagyunk, ahol az emberek mindig megjelennek, nyüzsögnek, ide-oda forognak. Vannak, akik például nem is hallottak róla, eljönnek ide. De nagyon sok olyan vendégünk van, akik visszajáró vendégek, pont várják ezt a napot, és eljönnek, és megvásárolják azokat a termékeket, amikre nekik szükségük van. Az idők változnak, de a VMS női fórumának helyi szervezetének készsége és szándéka a jótékonykodásra változatlan, emelte ki Horváth Tímea, Szabadka alpolgármestere a rendezvényen. Az elkelt levendula áru bevételéből a nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeknek tanszercsomagot vásárolnak. A cél az, hogy példaértékű legyen akár a többi helyi közösség tekintetében is, hogy minden helyi közösség település megtalálja számára azt a fontos rendezvényt, azt a jellegzetes rendezvényt, amely a kis közösségeket meg tudja mozdítani, amely a közösséget éltetni tudja. A levendula napok a vasutas település jellegzetes rendezvénye, ahol a finom illathoz kellemes zene is párosul, oda varázsolva a francia Provence hangulatát. Több mint 100 zarándok érkezett szombaton délelőtt a Szabadka melletti Szent Kútra a Mária Rádió által szervezett közösségi napra. A találkozó központi eseménye a kegyelemről és imádságról szóló előadás, valamint a hálaadó szentmise volt. Hajdú Ibolya családjával és az óbecsei Lurkóházi ma csoportjával érkezett a Szabadka melletti Szent Kútra. A gyerekek nagyon szeretnek imádkozni, és ehhez hasonló programok is érdeklik őket, mert rendszeres templomban járók is vagyunk, és akkor szeretnek ilyen helyekre jönni. A találkozót 5. alkalommal tartották meg. A szervezők munkáját önkéntesek is segítették. Az ilyen közösségi programok, amiket a Mária Rádió szervez, az pont a hitben erősít meg bennünket, és egy lelki táplálék, amikor így össze tudunk jönni, és Vajdaság több településéről is vannak ma itt a Szent Kúton. A közösségi nap célja a barátkozás, az együtt imádkozás, mondta el Bálint Ágota. A Mária Rádiónkért Egyesület elnöke azt is hangsúlyozta. A visszajelzések azt mutatják, hogy az emberek nagyon szeretik a Mária Rádió műsorait, amelyben az imádságok, a szentmisék, a lelki tartalmak és az egyházi zene is megtalálható. Mi úgy mondjuk, hogy egy családnak a tagjai vagyunk, és ami számunkra nagyon bátorító, hogy nem csak idősek, és nem csak az otthon maradt beteg emberek, ami nem azt jelenti, hogy nem baj, és hál' Istennek, hogy van a Mária Rádió, de nagyon sok fiatal vagy fiatal családok hallgatnak bennünket, és egyre több gyermek csatlakozott hozzánk. A rendezvény rózsafűzér imádsággal, valamint hálaadó szentmisével zárult.
Ismét benépesült táborlakókkal a Bács-Kossuth-falvi idősebb Kovács Gyula általános iskola udvara. Idén 27. alkalommal szervezték meg a nyári táborokat, ahova Vajdaság számos településéről és Magyarországról is érkeztek résztvevők. A táborban ezúttal 287 gyermeket látnak vendégül, akikkel vasárnapig csaknem 80 szervező foglalkozik. Kislinder Gábor Topolya polgármestere elmondta, az önkormányzat minden évben támogatja a tábort. A közösségépítésről, ismerkedésről, barátságról, közösségi életről nem is kell beszélni, hogy mit jelent a közösség számára, ha gyermek megszokja azt, hogy feladatok vannak, szórakozás, időpontok, mikor mit kell csinálni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és így gondolom, hogy az önkormányzatnak ezt mindenképpen támogatni kell, ezt jó szívvel megtesszük. Gálaműsorral zárult pénteken a 23. temerini népzenei tábor, amelynek idén 32 résztvevője volt. A gyerekek a tábor ideje alatt tanultakat mutatták be a közönségnek. Nem csak a zenélésben való fejlődésre ad lehetőséget a gyerekeknek a temerini népzenei tábor, hanem jobban megismerteti velük a hagyományokat, a térségben élő magyar közösség kultúráját. Én furulján játszottam, nagyon jól éreztem magamat. Én jövőre is szeretnék majd jönni. Én nagyon jól éreztem magamat ebben a táborban, és nagyon szeretek tamburázni még minden. És mondhatom, hogy a hobbim az a zenélés. Nekem nagyon tetszett, amikor a királykatonáztunk, meg tetszett az ételek is nagyon tetszettek, meg a zenélés is nagyon. Szeretem a hegedűt, és azért jöttem vissza ide. A több napon át tartó intenzív oktatás ideje alatt a gyerekek új népdalokat tanultak meg. Ehhez türelem kell, ehhez a hangszerjátékhoz, és a gyerekek hát azért nem mindegyik türelmes, de ők, akik nálam vannak, ebben a csoportban voltak, ők türelmesek voltak, és tényleg nagyon becsületesen próbáltak és csinálták azokat a feladatokat, azokat a gyakorlatokat, amiket feladtam nekik, és szerintem ennek az eredménye az, hogy ezt a pár dalt meg tudták tanulni, és így ezzel ki tudunk állni nem csak most, hanem akár bármikor máskor színpadra, és ezt aztán lehet tovább fejleszteni, lehet tovább építeni. A magyar népzenét és kultúrát népszerűsítő tábornak idén a Széchenyi kastély és a tájház adott otthont. A gyerekek naponta több órán át gyakoroltak a választott hangszereken, később pedig kézműves foglalkozásokon, tematikus esteken vettek részt. A gyerekek Vajdaságból érkeztek, szinte minden felől Zenta, Torda, Maradék, Becse, Szent Tamás. A hangszeroktatás furuján, citerán, tamburán, hegedűn, kísérő hangszereken folyt, és emellett még ének is volt. A tábort a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület szervezte meg a tartomány és a magyar kormány támogatásával. A Magyar Kanizsa községhez tartozó mintegy 200 lelket számláló Velebiten ma tartják a falunapot. Ennek apropóján megrendezték az úszómaratontista Velebiti tavon. A kicsi hűvös idő sem szegte kedvét a lelkes úszóknak. Kicsik és nagyok egyaránt részt vettek a 6. Velebiti úszómaratonon. Az idő kissé hideg volt, de a tóhőmérséklete sokak szerint pont alkalmas volt úszásra. A versenyzők 4 kategóriában indulhattak, és az abszolút győztes Balogh Kornél lett Magyar Kanizsáról. A sok edzéssel és a sok felkészülése. Nagyon sokat edzettünk, most nyáron a hét minden napján 2 edzésünk van, és ezekkel készültünk. Idén a maratonra 80-an neveztek be, újdonságokkal is készültek a szervezők. Ebben az évben 6. alkalommal rendeztük meg a Velebiti hosszú táv úszó maraton. Az idei év különlegesség, hogy első ízben van megrendezve a mi vajdasági bajnokság, ez 5 kilométeres távot jelent, illetve 2 kilométeres táv van még, illetve voltak is távos versenyzőink, azok 100 és 200 méteren indultak. Az egész napos rendezvényt az úszás mellett további programok is színesítik. Posztesen azt a ja, Useuskom domu,
svečani ručak uz zvanice lokalne i šire, a posle uveče opšte narodne veselje ispod šatora, da se zaista na jedan dostojanstven i kulturan način obeleži dan Nikole Tesle u selu Velebitu. A velebitiek egyébként minden évben Nikola Tesla születésnapjához időzítik a falunapot, ugyanis a helyiek Likából származnak, ahol a híres feltaláló is született. Ma este kezdődik a Palicsi Filmfesztivált megelőző program Szabadka központjában. A Klasszikusok a téren elnevezésű vetítés sorozat világszerte ismert és elismert filmeket mutat be, közvetlenül a Városháza szomszédságában. Elsőként szombaton François Truffaut 400 csapás című 1959-es drámáját láthatjuk. A repertoáron szerepel még Bacsó Péter 1969-es film szatírája is, a Tanú. A vetítések ingyenesek, a kezdés esténként 9:30-kor van. A Palicsi Filmfesztivál egyébként július 20-ától 26-áig tart. Több mint 130 filmet láthat a közönség 15 kategóriában palicsi és szabadkai helyszíneken. A hetedik helyen kiemelt román Simona Halep két sima szetben legyőzte az amerikai Serena Williams-t a wimbledoni teniszbajnokság női egyes döntőjében. A pályafutása első wimbledoni döntőjét játszó Halep remek teljesítménnyel, szinte hiba nélkül kezdte a meccset, magabiztosabb és minden játékelemben pontosabb volt, így 4-0-ra elhúzott. A 11. kiemelt Williams csak ezt követően kezdett játékba lendülni, de a 27 perces első szetben már nem tudta megszorongatni román ellenfelét. A második felvonás eleinte szorosabban alakult, ám Halep 2-2 után riválisa két adogató játékát is megnyerte, így a vártnál sokkal simábban, kiváló tenisszel győzött a mindössze 57 perces fináléban. Novák Djokovic 6. alkalommal jutott be a wimbledoni döntőbe. A szerb teniszező ellenfele a vasárnapi fináléban a svájci Roger Federer lesz, aki a pénteki elődöntőben örök riválisát, a spanyol Rafael Nadalt múlta felül 3-1-re. 40. alkalommal játszottak egymás ellen, Wimbledonban azonban legutóbb 11 éve találkoztak, akkor minden idők egyik legjobb Grand Slam döntőjében a spanyol nyert. Ezúttal pályafutása 12. wimbledoni fináléjára készülhet Roger Federer. Vasárnap a 9. bajnoki címért lép pályára a címvédő és a világ első Novák Djokovic ellen. A mérkőzés 15 órakor kezdődik. Valtteri Bottas a Mercedes finn pilotája nyerte a Forma 1-es brit nagydíjmai időmérő edzését. Bottas mellől csapattársa, a címvédő és ötszörös világbajnok, a pontversenyben is élen álló brit Lewis Hamilton kezdheti a vasárnapi futamot, aki a legutóbbi 4 versenynek az élről vágott neki. A 3. és 4. kockát a monacói Charles Leclerc, valamint a holland Max Verstappen foglalhatja el. Az 52 körös brit nagydíj holnap 15 óra 10 perckor rajtol. És eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Gőzerővel épül a második számú ivóvízkezelő üzem Szabadkán. Heves zivatarokra, felhőszakadásra, jégverésre, viharos szélre figyelmeztetnek. Stabil a dinár és kíméletlen a pénzmosás elleni harc Szerbiában, állítják az illetékesek. Kirobbanó formában a strand szépei, ma este kiderül, kinek a fejére kerül a korona magyar kanizsán. Köszönjük figyelmüket, további friss hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a 91.5-ön Best of Pannon reggeli lesz délelőtt, és óránként hír összefoglalók is. A Szabadkai Magyar Rádióban délután a népszerű kívánság műsort hallhatják. Szombat esti koncertünket a Redneck Roadkill adja. Jó szórakozást, viszontlátásra!